Köszöntöm a kedves hallgatókat! Két vendégem van ezúttal, Ádász István, a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének az elnöke, illetve Szabó István, az egyesület informatikusa, fotósa, videósa. Köszöntöm Önöket! Mi is köszöntjük a hallgatókat! Első kérdésem az lenne, hogy ha jól tudom, akkor nemrég az egyesület tagjai, illetve pártolói Erdélyben jártak egy szép és élménydús kiránduláson. Fotós, videós Istvánhoz fordulok. Milyen élményekkel gazdagodtak a tagok? Mesélne nekünk egy picit az utazásról. Hát bizonyos élményekkel azok, akik még láttak, de például azon a részen, Boga völgyében, ahol a gyönyörű patakok és vízesések. Ott a baktaunk, volt közünk, aki teljesen bak, az, hát én láttam az arcát, hogy mosolygott, mert hallotta a csendet, a vízesés, meg a patak hangját, és látszott, hogy jó érzi magát, tetszik neki. Ugyanúgy át tudta élni az élményeket, igen, mint a látó társai, vagy a látássérültek akkor. Merre jártak? Első napon voltunk Medőbarlangban, oda nem mente be a teljesen vak, nem mert bemenni. Utána mentünk a Boga völgyére, oda felment teljesen a vízesésig, és akkor mentünk a szállásra, Vár-as-Fenesre. Második nap mentünk Bialfüredre. Ott az egy síparadicsom, gyönyörű zöldelő táj, dombok, egy völgyben van az egész. Ott van egy gyönyörű kis vízesés, ami köveken átfolyik, ott fotóztam párat. Utána, hát a román útviszonyok miatt nem engedte meg, hogy az összes célpontomat tudjuk nézni, mert csomó helyen útlezárások voltak, vagy munkagépek állták az utat, de hát ezt nem lehet előre bekalkulálni, sajnos. Mentünk utána Belényesbe, ott körülnéztünk, utána mentünk a szállásra. Harmadik nap már, hát készültünk haza, hazafelé még benéztünk egy barlangba, annak nem jegyeztem a nevét, hogy Mieszko, vagy ilyesmi barlang, azt mondja, 30 méter magas barlang, hatalmas telekkel. Ott annak tudjuk el, hogy ott azért bőrigáztunk, mert hatalmas eső volt, és úgy mentünk fel a hegyre egy kilométert, hogy mindenki teljesen. Még aki esőkabát volt még az is, de megérte. Hatalmas élmény volt is, nagyon szuper volt. Aki az objektív mögött foglal helyet ilyenkor, annak különleges, még különlegesebb élmény sok fénykép készült? Hát összesen 554. De egyébként ilyenkor, mikor látásért kemény az ember, akkor fél kell pillantani, hogy akkor milyen, nehogy valaki beleessen valahova, vagy hogy megboruljon, vagy ilyesmi. Mert nagyon-nagyon lehet egyet esni olyan helyeken, ahol csúszik. De azt gondolom, hogy már úgy működnek, mint egy nagy család. Most elnök úrhoz fordulok egy kicsit, hogy azért itt mindenki segítőkész, és nagyjából mindenki ismeri a másiknak az esetleges gyengébb pontjait, úgyhogy tudnak korrigálni, ugye, egy ilyen kiránduláson. Igen, próbáljuk úgy szervezni ezeket a kirándulásokat is, hogy a pártolatokat is úgy összeválogatni, hogy az valakinek a kísérő legyen, akinek esetleg nincsen, de általában mindig mindenkinek van kísérője, és ugye figyelünk arra, hogy ki megy elő, ki megy hátul, és van egy ilyen mozgó ember, aki mindig nézi, hogy megvan-e mindenki, van-e különleges kérése esetleg, és akkor így tudunk menni, kirándulni, várost nézni, különböző szép helyeket megnézni. Nemrég a fővárosi nagycirkuszban is jártak, illetve azt gondolom, hogy több ízben is, ha jól emlékszek, jártak ott, és mindig figyelnek arra, hogy látók és nem látók is hasonló élménycsokrot kapjanak. Igen, most voltunk nemrég a fővárosi nagycirkusz Sztyeppék illata című előadásán, Fekete Péter igazgató vendégeként, és ő narrált nekünk, ami szintén egy hatalmas élmény. Ugye aki nem tudja, hogy milyen a cirkuszi narráció, annak majd érdemes lenne egyszer meghallgatni, mert így azt szoktam mondani, hogy láthatóvá válik a láthatatlan, hiszen ugye a cirkuszművészet az a látvány művészete, és mégis tudják élvezni az alig látók is, illetve a teljesen vakok is a narráció által. Hiszen előtte megmutatják nekünk a kulisszát, a manést, a különböző eszközöket, illetve a fellépő művészek is
le tudnak jönni hozzánk, és tudunk velük beszélgetni egy pár szót. Több hasonló program is volt az elmúlt időszakban. Tudna még elnök úr esetleg sorolni ezek közül, szemezgetni? Cirkuszi program az volt ugye, több is. Most ugye volt ez a romániai kirándulás, illetve majd 7-én, ha minden jól megy, megyünk a parlamentbe. 8-án, 9-én sűrű lesz a program, akkor viszont megyünk Veszprémbe egy ugyanilyen kirándulásra. Majd utána augusztusban lesz egy életmódtáborunk, egy 4 napos, ami szombattal fog befejeződni, illetve most beadtunk egy pályázatot, vagy készülünk egy pályázatra, amit én most írtak ki, fogyatékos személyekkel foglalkozó egyesületeknek, szervezeteknek, és abban egy elég nagy szervező programot szervezünk, Érdi Tamás koncerttel, rendőrségi előadással, érzékenyítéssel a döntéshozók felé, sportprogrammal. Szeretnénk a röplabdás lányokat elhívni egy csörögőlabda versenyre. Tehát elég sok programot szervezünk, tehát itt mindez az kell, ugye, hogy megnyerjük ezt a pályázatot. Az érzékenyítés mennyire fontos manapság? Egy kicsit általánosságban beszélne nekem erről, elnök úr. Érzékenyítés, de inkább én azt szoktam mondani, hogy inkább szemléletformálás. Tehát, hogy az embereknek a szemléletét, a hozzáállását a fogyatékossághoz, mert ugye nem csak a látássérültség létezik, hogy ahhoz hogyan állnak hozzá, és hát szerintem egyre fontosabb, és úgy veszük észre, hogy ha el tudunk menni olyan helyekre, ahol kevésbé voltunk, vagy már többször is voltunk, egyre több és több ember tudja már, hogy mit kell csinálni, hogyan kell segíteni például egy látássérült embernek, kérés nélkül most már kevésbé félnek tőle, és úgy kezdenek a sztereotípiák is eltűnni, még nem teljesen, de azért az is már úgy csökkennek. Békés Csabán is ezt tapasztalják? Segítőkészek itt az emberek? Igen, igen. Vannak, akik nagyon segítőkészek, vannak, akik persze kevésbé, mint általában mindenhol máshol. És tudja, akik ismernek minket, azok nagyon segítőkészek, meg akik ismerik ugye a látássérült jelzéseket. Ugye a fehér botot mindenki ismeri, de van például ugye jelvényünk is, és kétfajta, a nemzetközi, illetve a magyarországi, aki azt kiteszi, az ugye azt jelzi, hogy ő látássérült, hogy ha segítenek neki, az nem baj. Egy eléggé általános kérdés talán, de azt hiszem, hogy nem árt átismételni, hogy mi a jó, hogyha mondjuk egy zebránál, ahol nincsen hangos lámpa, oda mennek, oda lépnek, megkérdezik, hogy segíthetnek-e, vagy automatikusan segítsenek, vagy inkább hagyják békén a látássérült embert, mert ő már felkészült arra, hogy itt átkeljen, hogy egyedül, vagy akár a segítőjével közlekedjen. Én úgy gondolom, hogy abból sosincs baj, hogyha megkérdezik a látássérült embert, hogy segíthetnek-e neki, illetve pont ez is a lényege, hogy először oda megyünk, megérintjük, mert ugye nem tudhatjuk, hogy kinek szól, és akkor egy egyszerű kérdés, ugye, hogy segíthetek-e. Ha igen a válasz, akkor következő kérdés, hogy hogyan, miben tudok segíteni. És akkor az a látássérült ember elnézést, majd elmondja, hogy ő bizony ebben meg ebben szeretne segíteni, ő csak a zebrán szeretne átkelni, és utána tudja az utat, vagy a boltba szerette bemenni, vagy a bolton belül keresi a joghurtot. Tehát meg kell kérdezni más egy elős, hogy ugye miben tud segíteni, és akkor ugye minden látássérült, mint ahogy minden ember, más és más, másképp kell neki segíteni, másban kell neki segíteni. Kicsit könnyebb ma a látássérült emberek élete, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt? Szerintem sokkal könnyebb, hiszen nagyon sok technikai eszköz van, az okos berendezésektől kezdve, hiszen a mai világban már ugye a telefonunkkal gyakorlatilag majd, hogy nem mindent meg tudunk csinálni. Vannak távszemalkalmazások, amivel ugye egy látó ember helyettünk lát, a mi kameránk, a telefonunk kameráján keresztül, de nagyon sok beszélő eszköz van, navigációs eszközök, tehát színfelismerő, vérnyomásmérő, vércukormérő, mérlegek, tehát rengeteg segédeszköz van, ami segíti a
a látássérült embereknek a mindennapi életét. Ezeket szívesen használják, könnyű megtanulni ezeknek az eszközöknek a használatát, hogyan látja? Hát a sima, sima beszélő eszközöket, azokat könnyen meg lehet tanulni, tehát a mérleg már csak rá kell tenni, és akkor ugyan el fogja mondani, hogy hány kiló, hány gram. Az okos telefon, vagy a számítógép használatát, azt ugye meg kell tanulni, de az se egy ördöngőség. Tehát nyitottak rá tulajdonképpen a idősebbek. Vannak 80 év fölötti tagjaink is, akik tanulják az okostelefon használatát. Az életmódtábor áttérve, ez már hagyomány az Egyesület életében. Idén milyen programok várnak arra, aki ellátogat ide, illetve mit lehet tudni a táborról? Még ez ugye szervezés alatt van, de el fogunk menni valószínűleg Cserkeszőlőre, akkor ki a Haruskatonyára, illetve bent az Egyesületben lesz egy ilyen egynapos rendezvény mindenféle előadásokkal, illetve zárásképpen szeretnénk itt a megyei könyvtárban egy koncertet, még nem tudjuk, hogy fog alakulni, tehát ez lenne a 4 nap program, és az koncertet a szombatra tettük pont azért, hogy azok a tagjaink is és a hozzátartozó pártolatagok is el tudjanak jönni, akik esetleg dolgoznak hétköznap. Istvánhoz fordulok egy kicsit, te hogyan kerültél az Egyesület látókörébe? Hát lényegben engem beajánlottak, mert én egyébként informatikus voltam, munkaközségben valamit általában voltam informatikus, és ajánlottak ezt a helyet, hogy én mindig is szeretem embereket segíteni. És mondták, hogy tudnék informatikus lenni a látássérültekkel? Persze. Elsőként fura volt. Emlékszem, amikor először Pistit kísértem, akkor annyira izgultam rá, hogy szinte csöpögött a homokról a víz, mert a kezem csupa ízott volt. Aztán Pisti mondta, hogy Pisti, nem kell izgulni. Ma már gondolom egészen más, hogy viszonyulsz a látássérültekhez. Ez. Könnyebb már minden. Minden sokkal könnyebb, szerencsére. Most már mindent tudok, hogyan kell kísérni őket, hogyan kell segíteni őket, mert hogyha például valaki behozva egy telefonját elnyomta, azért még nem is tudtam iPhone-t kezelni se. És most már iPhone-t is simán tudok beállítani, telefonflottába belétetni őket, színbeállítások, stb. Voiceover, hogyha meggajdul, akkor ottan be tudom állítani nekik. Ügyes-bajos dolgokaikat meg tudom oldani, sőt, tagkönyve, hogyha kell fotó, akkor ott helyben tudjuk fotózni őket és kinyomtatni. Elnök úrhoz fordulok ismét, hogyha valaki hallja mondjuk ezt a beszélgetést, és még nem hallott sokat az Egyesületről, hogyan válhat taggá, milyen elvárások, vagy vannak elvárások az irányába, illetve mit várhat, ha majd tag lesz az Egyesülettől? Ugye vegyük kétféle felé a dolgot, ugye vannak a rendes tagok, ugye azok a látássérült tagok, illetve a pártoló tagok. Pártoló tag bárki lehet, aki szeretné támogatni az Egyesületet. A éves tagdíj a pártolónak is ugyanannyi, mint a tagoknak, a rendes tagoknak, az idén 3000 forint. Illetve aki tag szeretne lenni, ott ugye kötnek minket a szabályok, hogy itt tudunk fölvenni látássérült rendes tagként, ott ugye a vízusának, vagy tehát ilyen látás teljesítményének, vagy nem is tudom, hogy mondjam, érthetően, de a vízus talán az a legérthetőbb, annak a 0,3-nél nem lehet több. Tehát gyakorlatilag, hogyha elmondjam, akkor mondjuk az első 3 szám, amit olvasni kell, annyit láthat. Vagy olyan nagy látótér szűkülete legyen, hogy gyakorlatilag csak mint egy csőbe úgy lát, tehát akkor is már föl tudjuk venni. Tehát az a lényege, és ugye 3 kategória van ugye a gyengén látó, az alig látó, illetve a vak. Itt ugye ez a 0,3-tól 0,1-ig az a gyengén látó, 0,1 és az 1/100-ig az a alig látó, és a 1/100 alatt az pedig a vak. Ott már csak fényérzékeny is, vagy már az sincs. És aki tag lesz, az részt vett a programokban, illetve kap hírleveleket is. Igen, az ha igényli, akkor megkapja a hírlevelet. Évente egyszer papíralapon is ki szoktuk küldeni a tervezett programokat. Részt vett a Egyesület minden programján. Képviseljük az érdekeit, esetleg, hogyha ilyen ügyes-bajos dolgai vannak, segítünk elintézni neki
fogyatékos támogatástól kezdve a nyugdíj, méltányossági nyugdíj, iskolakezdés, segédeszköz támogatás tudunk adni még egyenlőre, hál' Istennek, és segédeszközöket tudunk kölcsönözni, hogy ne vegye meg, hogyha ha nem tudja használni, akkor kipróbálja nálunk, és tetszik neki, akkor majd utána megveszi, ha nem, akkor meg legalább megspórolt egy csomó pénzt, hogy nem kellett neki megvenni a több tízezer fontos elektromos nagyítót akár, vagy beszélőeszközt. És ha jól sejtem, ami nem utolsó, egy összetartó segítő kis csapat tagja lehet, ami azért lelkileg is nagyon fontos. Igen. Tehát próbáljuk egymást támogatni. Ugye most már saját telefonflottánk is van, több mint 60 taggal, tehát ez is egy nagyon jó kis kezdeményezés. Még utoljára Istvánhoz fordulok. Milyen a társaság, hogyan érzékeled? Röviden, tömören családi. Szóval én minden nap, mikor megyek be a munkába, akkor kíváncsi várom, hogy milyen új feladatok lesznek, milyen új kihívások, és várnak engem, hogy megjöttél, Pisti? Szóval jó hely, nagyon jó hely dolgozni, nagyon szeretek is bejárni, és mi a legegységi problémában nekem is van, megváltozó munkaképesi vagyok, mindig is úgy betéltően, hogyha tudok arra segíteni, akkor miért ne? És ezért szeretek ide járni, dolgozni. Szabó és mi is szeretjük az Istvánt. Szabó Istvánnak és Ádász Istvánnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a legjobbakat kívánom. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen.